Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 25-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Színházrégészet és iparművészet szerepel mai kínálatunkban. Rövidesen újraindulhat a színházi évad. A Vörösmarty Színház színes, változatos előadásokkal készül a nyárra. Szikora János igazgató, a teátrum színművészei és dolgozói, és természetesen a nézők is várják már a nyitást. Tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Nos, hát úgy tűnik, hogy a koronavírus járvány után nyitásra készülhetnek a színházak is. Ez rendkívül fontos számunkra. Ugyanakkor a biztonságos előadás számhoz mindenképpen az kell, hogy tudjuk, hogy miként lehet a szigorú szabályoknak megfelelni egyik oldalról, a másik oldalról, hogy miként vonatkoznak ezek a szabályok a színház dolgozóira, illetve a színművészekre. Az első reakciónk, amikor a hír publikussá vált, természetesen az öröm volt. Végre kinyithatjuk a színházat. De utána rögtön gondolkodóba is estünk, hiszen számos olyan általad is felsorolt feltételnek kell megfelelni, ami nem is olyan egyszerű. Kezdjük talán mindjárt az elején a védettségi igazolvánnyal. A védettségi igazolvány, amikor valaki bejön és felmutatja személyigazolványával együtt, ez tulajdonképpen, ez nem tűnik komplikáltnak. Az azonban már igen, hogyha egy előadást pótolni szeretnék, meghirdetem, és bejönnek a nézők, hogy azok nézők közül vajon hánynak van védettségi igazolványa? Ki az, aki ezt megmondja? Ráadásul törvényes eszközeim sincsenek arra, hogy közvéleménykutatás, adatszolgáltatást kérjek a nézőktől, hogy önnek kérem szépen van védettségi igazolványa. Tehát ez egy számos olyan kérdést vet föl, ami mi tulajdonképpen a válaszát egy kicsit elodáztuk, és azt mondtuk, hogy azok az előadások, amelyek pótlólag kerülnének bemutatásra, tehát valaki jegyet vagy bérletet vásárolt rá, és szeretné megnézni, nos, azok a évad elején lesznek láthatóak. Bízunk abban, hogy addigra egyrészt a védettségi igazolványok sokkal szélesebb körben elterjednek, ugyanakkor bízunk a járvány enyhülésében is, illetve abban, hogy a jelenlegi a korlátozásokat, enyhítő szabályokat majd újabb enyhítések fogják követni. Bízok ebben, optimista vagyok, ennyi szörnyűség után az óvatosság mellett az ember életösztönre sugallja az optimizmust, miközben természetesen egy szükséges óvatosságról sem feledkezhetünk el. Nem feledkezhetek el az óvatosságról akkor, amikor nyitás ide vagy oda, a reményeink szerint újra majd megtelenek színház vagy a szabadtéri színpadok, akik beengedik az embereket, a nézőket, ők rájuk vajon vonatkoznak ezek a szabályok? Ma már tudjuk, hogy igen, rájuk is vonatkoznak ezek a szabályok, tehát akár úgy, hogy kötelező maszkot viselni, de én azért ennél tovább megyek, hagyd tegyem hozzá, hogy ma éppen volt egy államtitkári tájékoztató, amiben az intézményvezetők felelősségévé tették, de egyben belátásukra is bízták, hogy adott esetben a nézőtéri beengedő személyzetnél milyen protokollt hoznak létre. Nos, én törekedni fogok arra, hogy csak olyan ember kerüljön közvetlen fizikai kapcsolatba a beengedés során a nézőkkel, akiknek szintén van védettségi igazolványa. És hát ez a védettség, ez természetesen vonatkozik magára a színészekre is. Hál' Istennek elmondhatom, hogy a társulatunk túlnyomó többsége átesett már az első oltáson, várják a másodikat, úgyhogy bízom abban, hogy mire újra találkozunk, az azt is jelenti egyben, hogy a társulatnak szinte a 90%-a védett lesz. Mi van azokkal a dolgozókkal, akiknek nincs védettségi igazolványa? Mert például van egy eset, amikor
Az illető olyan allergikus betegsége van, ami miatt nem kaphat oltást. Szeretne, de nem kaphat. Aztán van olyan, akinek nincs ilyen betegsége, de ő nem szeretne oltást, és nem is regisztrálta magát. Nos, az ő esetükben ez egy külön mérlegelés kérdése. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy a jelen helyzetben egy intézményvezető nem tud sablonosan ítélkezni, tehát rendkívül körültekintően, aprólékosan, mindent mérlegelve vagyok kénytelen minden döntésemet meghozni. De őszintén szólva szívesen teszem, hiszen mindez abban a reményben történik, hogy végre kinyílnak a kapuk, felgördül a függöny, és létrejön az, amiért vagyunk, amiért működünk, a színházi előadás. Ennek tükrében mi lesz a nézőkkel? Tehát kérdezem, hogy teltház várható, vagy továbbra is távolságtartással kell a nézőteret elfoglalnunk? Nem teszik kötelezővé a távolságtartást. Számunkra is egy nagyon lényeges kérdés volt. Hozzáteszem, megengedik, tehát adott esetben egy intézményvezető dönthet úgy, hogy tartsák a távolságot, akár a sorok között, vagy az egyes székek között. Én nem fogom ezt követni. Tehát ha van nyitás, és ezt nem tették kötelezővé, én biztos nem kényszerítem a nézőket a távolságtartásra. Bízom a védettségben, bízom az oltásban, így aztán tulajdonképpen kicsit minden a régi megszokott kerékvágásába tér majd vissza. Nos, én bízom benne, én pedig abban bízom, hogy ez az utolsó olyan beszélgetésünk, ahol a koronavírus járványnak ennyi időt kellett szentelnünk, hiszen az nagyon-nagyon sok idő. Viszont elkezdődik az évad méghozzá Gőzerővel, jelenleg is folynak már a próbák. Nézzük meg, hogy mi vár a színház szerető közönségre itt Fehérváron a mostani időszaktól. Kicsit előre szaladok, úgyhogy akik most ezt az adást látják, azok előnyt élveznek majd azokkal, akik a soron következő sajtótájékoztatóban tudják majd meg a híreket. Tehát annyit azért elárulhatok, hogy lesz nyári színház, és természetesen lesz egy speciális programmal meghirdetett 2022-23-as színházi évad is. Kezdjük az elsővel, a nyári színházzal. A nyári színházban legnagyobb sikerű előadásainkra válthatnak jegyet védettségi igazolvánnyal rendelkező nézőink. Ezek a Pál utcai fiúk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült a Szélrózsa minden irányába található, szétszóródott társulatot, hiszen azt hiszem azok a nézők, akik látták az előadást, emlékeznek rá, hogy ez egy nagyon fiatal csapat volt, egy olyan fiatal csapat, akik éppen most végezték a főiskolát. Hát azóta már eltelt idestóva 2 év, nagyon szanaszét helyezkedtek el az országban. Nos, őket 4 alkalomra sikerült megszervezni, összeszervezni, és Gorziumban előadásonként egy majdnem 1000 férőhelyes nézőtér előtt ismét látható lesz majd szabadtéren a Pál utcai fiúk. A Nagyszínházban a Boeing Boeing című bohózat és a Játék a kastélyban című vígjáték megy majd jegyre, mint egy bérletszünetes előadás. Ezt nem visszük ki szabadtérre, de hagyd tegyem gyorsan hozzá, hogy ugyanakkor természetesen ebből elvész a szabadtér varázsa. Cserébe garantálni tudom, hogy nem fognak megázni, és melegük sem lesz, hiszen klimatizált a Vörösmarty Színház nézőtere. De azért lesz szabadtér is, hiszen kimegyünk Szárazrétre, és ott ismét látható lesz egy szinte a műsor, a színpadunkról levehetetlen sikerszéria, a Bor Mámor Szerelem. Épp egy nappal ezelőtt ült itt velem szemben Keller János, és említette, hogy gondoljam csak el, 10. éve lesz, hogy ezt a darabot játsszák. Nos, a közönség ismét láthatja. Szerintem sokan lesznek, akik nem először teszik ezt meg. Lesz egy különlegesen érdekes előadásunk, hát azért ezt elárulom, mert örülök, mert büszke vagyok rá, hogy ez egyáltalán létrejöhetett. Alakult a
jól éneklő és jó hangszeres tudással rendelkező színészekből egy kis színészzenekar. A Vörösmarty Színháznak van egy kis színészzenekara, és ők fognak szabadtéri koncertet adni augusztus elején a Bartók Béla téren, a szabadtéri kis színpadon, és Andrássy Máté pedig egy stand-up komedivel fogja fűszerezni ezt az estét. Pazar gondolat, viszont egy kicsit térjünk vissza azokhoz a darabokhoz, amelyeket már próbálnak, de először beszéljünk a filmcastingról, hiszen ez egy óriási vállalkozás a színház részéről. Szándékosan nem ejtettem szót a filmcastingról részben azért, mert azt gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban nagyon is sok szó esik róla. Másfelől ez a produkció, ez a 2022-23-as színházi évad nyitó előadása lesz, tehát nem szeretném idő előtt ellőni a poént. Ugyanakkor július közepére a produkció elkészül, és zárt körben látható lesz. Hogy kik tekinthetik meg majd az első pár előadást, azt ebben a pillanatban hagy őrizze még egy kis titok. Essék szó a többi előadásról, hiszen a Diótöröcskét és a Don Quixotét már próbálják. Igen. A fiataloknak és gyerekeknek szólnak ezek az előadások. A gyerek és fiatal közönségünk semmit nem kapott az elmúlt évadban. Ugyanakkor a bérletük csupa olyan előadásra szólt, amelyet vendégelőadással elégítettünk volna ki, tehát jöttek volna Dunaújvárosi Színházból, Veszprémi Színházból. Aztán felvetődött a kérdés, hogy de hát miért hívunk mi meg vendégprodukciókat ezeknek a nézőinknek a számára? Miért nem mi magunk csináljuk meg ezeket az előadásokat? Hiszen időnk bőven van, és így aztán összeállt a színház társulata, Bagó Bertalan rendező, és Kerkai Rita színésznő, aki most rendezőként debütál majd ebben a produkcióban, és egy nagyon lelkes társaság elkezdte próbálni a Diótöröcske című mesejátékot, ez kisgyerekeknek szánjuk, és Gyurkó László, Don Quixote, de la Mancha, húsképű lovag különös történetét, ami egy végtelenül szellemes, nagyszerű történet, diákoknak, kiskamaszoknak nagyszerű szórakozás lesz. Essék még szó az online előadásokról. Eddig nem volt ilyen Magyarországon. Most úgy tűnik, hogy a streamelt előadások rendkívüli sikernek örvendenek. Lehetséges-e az, ha visszajön az élő színház, hiszen annak varázsa van, az természetes, hogy folytatódik az online műsorsor? Igen, rá kényszerített minket az élet valami olyasmire, ami önmagunktól nem jutott volna eszünkbe, és aztán, ahogy kénytelenek voltunk együtt élni vele, rájöttünk, hogy nem is olyan rossz dolog ez. Ebben van előny is, miért ne használhatnánk a jövőben is. Úgyhogy szinte biztosra veszem, hogy innentől kezdve valamennyi előadásunkat a leggyorsabban felvesszük majd, hogy bármikor megtekinthető legyen, ugyanabban a hozzáféréses kóddal ellátott hozzáféréses online rendszerben, ahogy ezt a streamelések esetében történt. Végezetül szó kell essék a Perely Uram filmváltozatáról, hiszen elkészült a film. Én azt gondolom, az Ítélet és Kegyelem című film egy olyan kortörténeti dokumentumot ábrázol rendkívül hitelesen, ami fontos számunkra. Az mögöttünk álló egy év, vagy egy évad az egy nagyon szomorú szakasza az életemnek, de rendezőként is, színházigazgatóként is, azonban van benne egy olyan sors által megáldott fényes szakasz, ami néhány hónapot tett ki az életemből, és ez a Perely Uram című színdarab filmes változatának forgatása és utómunkálatai voltak. Épp a pandémia kezdetekor, amikor kitört volna a pandémia, talán az utolsó pillanatban tudtuk forgatni, mielőtt aztán teljesen elhatalmasodott. Hozzáteszem azt, hogy napi
rendszeres napi tesztelések árán tudtunk csak forgatni Csákberényben, és aztán ezt a forgatást több hónapos utómunka követte. A film elkészült, jelenleg a Nemzeti Filmintézet elfogadó bizottsága előtt van, és ez a bizottság fog dönteni majd a korhatár besorolásáról, és arról is, hogy melyik tévécsatornán és mikor kerül majd bemutatásra. Köszönöm szépen, és hát akkor egy üzenet a nézőknek, mindazokhoz, azoknak, akik eddig kénytelenek voltak elviselni a színház nélküliséget. Jöjjenek, várjuk őket! Érdekes hír, földmunkákat végeztek Csákberény határában, amikor az egyik munkás emberi koponyát fedezett fel. A régészek mentőásatást végeznek a területen, és izgalmas felfedezésre jutottak, egy újabb, nagy kiterjedésű, avarkori temetőt azonosítottak. Földkábelt fektettek Csákberény határában, amikor néhány tíz méterre a munkaterülettől észrevettek a munkások a vízfolyás oldalfalában egy emberi koponyát. A helyszínt mutatja Szücsi Frigyes ásatás vezető régész, aki elmondta, a véletlen felfedezés nyomán egy nagy kiterjedésű avarkori temetőt sikerült azonosítaniuk. Óriási terület, én nem tudom. És egyelőre megbecsülni is, hogy mennyi sír. Meg az a kérdés, hogy milyen széles, mert hosszában még csak-csak látjuk, de... Jelenleg leletmentő feltárást végeznek a Szent István Király Múzeum régészei. A vízmosás által megrongált sírokat tárják fel. Az egész temető területét az erózió veszélyezteti. A nyáron tervásatás keretében jönnének vissza. Innen alig egy kilométerre van a Csákberény Oront pusztán található másik jelentős avarkori temető, ahol korábban mintegy 1200 sírt azonosítottak. Alig több, mint egy kilométerre vagyunk az orontpusztai temetőtől, gyakorlatilag a Cobácai patak túloldalán. Maga, igen, tehát ezzel már elárultuk, hogy egy avarkori temetőről van szó, most itt az első feltárási eredmények alapján, ugyanis egy leletmentő feltárást folytatunk. Az a célunk, hogy ez a vízmosás, ami kimosta a sírokat, ne tudjon még nagyobb kárt okozni. Tehát azokat a sírokat tárjuk most fel kizárólag, amiket ez a vízmosás veszélyeztet, és majd mivel az egész temető területe az erózió miatt veszélyeztetett, ezért majd ide remélhetőleg a nyár folyamán tervásatás keretében vissza fogunk jönni, hogy minél több sírt megmentsünk majd az esetleges későbbi elpusztulástól. Szóval a lényeg az, hogy egy avarkori temetőről van szó, ami önmagában azért különleges, mert a túloldalon az említett orontpusztai temető már egy nagyon jelentős települést, egy nagyon jelentős avarkori, akár regionális központ képét mutatja nekünk, viszont ez a temető úgy tűnik most a első ránézésre, hogy hasonló méretű, mint az, és a mérete alapján szinte hát igen nagy a valószínűsége, hogy egy időben is használatban voltak, tehát még egy annál is jelentősebb központ képe sejlik fel így előttünk. Mi az, ami eddig itt előkerült ebben a rohamos tempóban? Én először azt emelném ki, hogy egy egészen különleges részben emberi, részben természeti csodával állunk szemben. Itt arról van szó, hogy egy korábbi, talán másfél évtizeddel ezelőtti beruházás miatt elmozgattak viszonylag nagy mennyiségű földet a területről, és az altalaj maradt itt a talpunk alatt, és ahol nem igazán él meg semmilyen növény, a gaz is csak elég hát száraz, épp hogy csak nő, de ahol sírok vannak, ott viszont élénkebb, zöldebb színnel búrjánzik gyakorlatilag a fű. Tehát egy egész furcsa jelenség, hogy a fű kirajzolja nekünk ezeket az 1300 éves sírokat. Erre azt mondom, egy kicsit olyan csákberényi csoda ez, hogy még a másik temetőben a légifotó alapján tudjuk, hogy hol kell lásni, addig itt azért tudjuk, mert a fű kirajzolja nekünk a sírok helyét. Szücsi Frigyes azt is elmondta, az eddig megtalált leletanyag arra utal, hogy itt is egy jómódú közösség temetkezéséről van szó. Amit eddig találtunk, az már önmagában arra utal, hogy itt is egy jómódú közösség temetkezéseiről van szó, ugyanis
megtaláltuk egy íj maradványait, sajnos az a nagy részét elvitte a víz, viszont egy íj végcsontot, így nevezzük, ez egy csontból készült merevítő lemez ezeknek az összetett reflexiaknak a végén, azt megtaláltuk eredeti pozíciójában, akkor kerámia fazekak kerültek elő, női fülkarikák, és valamilyen, hát valószínűleg valamilyen női fejdiszként szolgáló bronzlemezek. Tehát egyelőre ennyi az a leletanyag, amiről be tudok számolni, de még csak 3-4 sír feltárásánál járunk. Negyedik alkalommal rendezték meg a Friss Termés Iparművészeti Szalont és Vásárt a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban. A Károlyi József Alapítvány jóvoltából megvalósuló kiállításon közel 30 hazai kortárs iparművész sorakozott fel, hogy magas minőségű, különleges használati tárgyaikat megmutassák a szépségre fogékony érdeklődőknek. Hétköznapi ember is jobban odafigyel már ezekre az egyedi termékekre, amik a hétköznapokon is hordhatók. Nektek milyen lehetőségeitek vannak megmutatni magatokat? Ugye ez is egy kivételes lehetőség itt most. Mi örülünk minden olyan megmutatkozási lehetőségnek, ahol nívós környezetben, és itt nem csak a helyszínre értem, hanem a társaságot is megjelenhetünk, mert én úgy érzem, hogy egymás munkáit szépen kiemeljük, és nem konkurenciaként jelenünk meg egymás mellett, hanem inkább mint inspiráló közeg, támogatói közeg, és nagyon, nagyon, nagyon üdvözöljük azt, hogy ma egyre többen arra figyelnek, hogy hazai tervezőket támogassanak, mert ez egy klassz dolog, hogy e felé tolódik az igény, hogy inkább kevesebbet, de az minőségi szép termék legyen. Nagyon színes, egyedi ruhákat és egyéb termékeket láttuk a háttérben. Miket készít? Ruhákat készítek, és tulajdonképpen az a fő különlegességük, hogy saját fotóimat printeltetem rájuk. Hogy kerülnek a fotók a textilre? Egy különleges eljárással, illetve többféle eljárással. Egyrészt szitanyomattal, azt én csinálom, én készítem otthon a műhelyemben, de digitális eljárásokkal is. Friss Termés elnevezésű iparművészeti szalont és vásárt negyedik alkalommal rendezzük meg. A Károlyi József Alapítvány jóvoltából szervezhettem meg, és közel 30 iparművészt válogattam össze. Aki itt van, az mind nagyon magas minőségű, különleges használati tárgyat készít, tehát alapjában véve csupa olyan tárgyat láthatunk és megfoghatunk, ez a különlegesség a kiállításnak, hogy gyakorlatilag használat közben tudjuk ezeket a műtárgyakat megnézni, és akinek megtetszik, az választhat is közülük. Milyen jellegű termékekkel találkozhatunk? Csupa olyan tárgyal, amivel akár egy iparművészeti kiállításon is, tehát hangsúlyozottan ez nem egy dizájnvásár. Tehát azok az alkotások, amik itt szerepelnek, ezek műzeumi gyűjteményekben is megtalálhatóak. Bőrtárgyak, öltözék kiegészítők, nagyon erős az ötvös szekciónk, vannak textiltervezők, papírral, illusztrációval foglalkozó művészek, szövött lakástextilek és ruhák. Mit hagytam ki? Van
kerámia tervezünk, több is, némelyik a képzőművészet irányába megy el, van ugyanakkor csempe manufaktúránk, akitől kézműves csempét lehet vásárolni, úgyhogy nagyon sokféle a kínálat. Tulajdonképpen ez nekünk egy nagyon jó fórum arra, hogy az emberek megismerjék azt, hogy a hazai tervezők milyen minőséget képesek készíteni, hogy ezek abszolút versenyképesek minden szempontból a jól bereklámozott nemzetközi márkákkal, és hogy az emberek ezáltal a saját környezetüket gazdagíthatják. Tehát mind az öltözködésüket tehetik egyénivé, egy jó ruha vagy egy szép ékszer viselésével, és a lakókörnyezetüket is egész más minőségű tárgyakkal rendezhetik be. Nagyon sokféle anyagból dolgozom, igazából mindig más érdekel, úgyhogy a fémet szeretem igazából társítani valami másik anyaggal. Legtöbbször textillel, de egyébként még nagyon sok mindennel, sodronydróttal, bélyeggel, papírral és a többi. Azért is szeretek nagyon sokféle anyaggal dolgozni, mert hogy minden anyagnak van valami szélső határa, és igazából az izgat, hogy ezt mondjuk hogyan lehet valami olyan formává tenni, vagy olyan lehetőséget kihozni belőle, amit mondjuk eddig még nem láttam. Iszonyú jó ez a környezet, meg nagyon jó a légkör, meg nagyon jól érezzük magunkat, tehát mi itt is alszunk, és egy igazából egy ilyen nagyon fontos csapatépítés is egyben. Az iparművészeti szalon és vására meghívásos alapon érkeztek a kortárs alkotók. A megjelent művészek jól ismerik egymást, így időről időre saját tapasztalataikkal is tudják segíteni egymás munkáját. Alapjában véve az volt a cél, hogy nagyon jól együttműködni képes csoportokat hívjak meg. Szándékosan a generációkat szélesre húztam, tehát mindig vannak egészen fiatal, és mindig vannak már érettebb korú művészeink is, akik egymással nagyon jó kapcsolatban lévő 2-3-4 fős csoportokat alkotnak, és enteriőrszerűen rendezzük be a teret. Meghívásos a lehetőség, tehát évről évre vannak állandó tagok, és mindig jönnek új művészek. Tehát igyekszem azt, hogy mindig legyen új alkotó is köztük. Károlyi Angelika a kastélyban megvalósuló kulturális programok felelőse is részt vett a szalon szervezésében és lebonyolításában. A kifinomult ízlésvilággal rendelkező grófné maga is kiemelten fontosnak tartja a kortárs alkotók munkásságát. Én elvileg klasszikus kultúra van, de én hiszem, hogy nagyon fontos a modern, a ifjúsági és az új művészeket támogatni, és között vannak nagyon szép, ami nagyon érdekes vannak. A vásáron kiállított alkotások különlegessége, hogy esztétikai értékük mellett magas minőségű használati tárgyak is egyben, melyek készítői között öltözék és kerámia tervezők, ötvösök, bőrrel és papírral foglalkozó mesterekkel is találkozhattak az érdeklődők. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!